Megújult az Egerági Általános Iskola tornaszobája és a hozzátartozó öltözők. A fejlesztés a Magyar Falu program keretein belül valósult meg, mintegy 16 millió forintból. A Pécsi Tankerületi Központ koordinálta a beruházást, melynek köszönhetően többek között teljes gépészeti felújításon esett át az épület rész. Új sportpadlót kapott és ajzatot az épület, szigetelést. Nagy örömömre szolgál, hiszen napi 8 órában használjuk a tornatermet, néptáncoktatás mellett a mindennapos testnevelés céljaira, és külön öröm, hogy a Pécsi Tankerületi Központ is 440 ezer forinttal támogatta a tornaszobának a berendezését. Az eseményen elhangzott, hogy a tankerületben egyébként 2017 óta 21 közoktatási intézmény újulhatott meg 3,9 milliárd forintból. Emellett további beruházások is történtek, melyek szintén a Magyar Falu program forrásaiból zajlottak. A térség országgyűlési képviselője az átadó ünnepségen emlékeztetett, hogy az önkormányzatok, egyházi és civil szervezetek pályázhatnak ebben a konstrukcióban, de számos útfelújításra is lehetőség nyílt. Hargitai János hangsúlyozta, Egerágon minden téren sikeresen pályáztak. Közútfejlesztés itt történt, itt a közúti szőkéden, és ugye tankerületi fejlesztés meg most itt Egerágon. Ez alkalom is nekem arra, hogy megköszönjem a tankerületek munkáját, mert a választókörzetem számtalan pontján az iskolákban nagyon komoly fejlesztéseket valósítottak meg, ugye az Egerágét most látjuk, ezt a tornatermi fejlesztést. A képviselő hozzátette, hogy hamarosan újabb iskolák újulnak meg a körzetben. A közeljövőben például a Mohácsi Központi Intézményt avatják fel, de a pécsváradi iskolát is fejlesztik majd.